Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ismét egy kocapeca videó. 2022. április 16-a van. És ismét itt találtam magam a parton, nem tudom, hogy hogy lehet. Szépen a kényelmi berendezéseket már ide helyeztem. És annyi változott, hogy egy plusz botot is beraktam a vízbe. Egy féderbotot, egy 360-as, 50-150 gram dobósúlyú, és egy simán olsóval rajta, 25-ös fősinóra, picike etetőkosár és hosszú előkén, pici horgon, három szem, apró csonti. Az úszós felszerelés az a hagyományos, az a nagyobb, közepes méretű pontyozó horogban, azon 7-8 darab csonti. És így megdupláztam az esélyeket. Féder bottal próbálnék valami kisebb fajta keszeget, esetleg karikát, vagy vörös szárnyút, vagy bodorkát fogni. Hát, ha csalinak jó lesz. Az úszós bottal meg a nagyobbakat szeretném pirítani. És akkor elő van készítve a nagy adag türelem. Az etetőanyag az ismét kétfajta volt, egy áztatott kukorica és egy hagyományos etetőanyag. Szépen itt várom a reggelizni kívánó halakat. Az idő az most nem volt olyan hideg, 7-8 fokot mutatott a hőmérő. Ideális horgász idő, a szúnyog még nem csíp. A nap sem éget. Sajnos. És akkor majd várjuk az akciót. Néha-néha megmozgatja a féderbotot. Hát de ez még csak ilyen próbálkozás jellegű. És akkor majd kiderül, hogy mi lesz. És megfogom a botot, hogy hát ha sikerülne elcsípni. Mondom, erre nem számítok nagyobb harra. Ez csak ilyen kisegítő módszer. Majd a nyáron a Tiszán megmutatom, hogy működik. Mikor teljesen ki van használva, 100%-ig. Hát sajnos nem akarja, nem húzza, pedig volna mit húzni rajta. Sűrűn kell ellenőrizni, mert az úszadék elég könnyen rámegy. Könnyebben, mint az úszós készségre. Na, még mindig semmi. Na, majd lesz valami. Várjuk az akciót. Papap, és itt is van az akció, kérem már, a jásságin vagyok. Hosszas türelem után csak nem érkezett semmi, és átpakoltam a jásságira. És épp egy akció közepette. Szépen a 25-ös zsinórra felkötöttem egy kis előkét. Kis hallal, és már is viszi. Szépen húzza. Nem ére csak tetem a féket, hanem magától megy, most nézzétek. Itt a szalad, ráharapott valami termetes jószág. Egy kicsit azért nyeletem. Ilyen komoly kapás, nem akarok elbénázni. Nem azért, mert már volt rá eset az idén, nem is egyszer. És meghúzom a féket. Nem tudom, hogy bebírom-e így állítani félkézzel, mert egy kézzel fogom a telefont. Majd csak lesz valami. És akkor... Hát ez nem igaz. De nagyot rúgott. Ez igen. Hopp. Hát igen. Itt a Tiszán, vagyis a jásságin nem elég a 25-ös zsinór. Ez már egy újabb akció. Komolyabb bot. Ezen egy 40-es monofil van. Ugyanúgy drót előkével. És szépen érzem, ahogy üti a botot a csuka.
A fejpánt, az nincs nálam, megint a kezembe a telefon, úgyhogy nem tudom, mit évő legyek. Döntést kell hozni. Hát nem szeretném elbénázni, majd az összefoglalót megnézitek. Ezt nem akarom elbénázni. Még mindig itt van, érzem, ahogy viszi. Na, lekapcsolom. Igen, ez már az esti összefoglaló. Itt tocsogtam egész nap a sárba. Mindenféle eszközzel próbálkoztam. Még halat fogni, de sajnos elfogyott az etetőanyag is. Kis halam sincs. Azok is nagyon picik voltak, amik esetleg a horogra kerültek. És már nem sokára indulok haza. Na, nézzétek a meccsbot. Na, hol van a... Ugye kikötöm a szákot. Jó, van letéve, és akkor megmutatom az előbbi versenyzőt. Ide van feltekerve erre a kis bozótra. Mindjárt lepiszkálom. És akkor megmutatom nektek a Betli mentő halat. Jó lett volna másikat is megfogni, de ez most így jött össze. Teleteszem a puha nád szőnyegre. Nem is emelem magasra, nehogy véletlenül törje magát. Ez egy méretes csuka. 46-os. Körülbelül. Kipihente magát a szákba is ugrál. Nem akarom leszorítani a földre. Nem tudja magát törni, mert nem emelem magasra, úgyhogy semmi baja nem lesz. Itt tiszta sár minden, egy kicsit esetleg összekenni magát. Na, mutasd magad. Látjátok, hát ez egy bőven méretes csuka. Puszi neki és mehet. Na, szervusz, barátom. Nőjél nagyobbra. És akkor el is köszönök mindenkitől. Sziasztok, mindenkinek görbüljön. Ettől sokkal sikeresebb élményeket kívánok mindenkinek. Sziasztok és jó egészséget. Pá, pá.